Sziasztok srácok, Sándor Golf vagyok ismét a War Thunderből, és egy GK-Sun Y-es gameplay fog következni, ami az apropója, hogy egy alkalommal azért nyomtam a War Thundernek uninstallt. Határattal emlékszek, mert 5-ből 5-ször 10.3 meccsebe dobott be vele. Most többen mondták már, de többen felhívtátok rá figyelmemet, mind Discordon, mind pedig YouTube komment mezőben, hogy higgyen már el, megváltoztak a dolgok, nem kapja krónikusan a 9.7, folyamatosan 10.3-ban szopóról lett. És megpróbálunk behúncutkodni ennek a gondolatmenetnek a mentén, hogy hát ha nekem is lesz egy kis szerencsém, hogy nem 10.3-ba megyek. Mentem egy próbakört, az sem 10.3, hogy shoot capture-ünk volt, azt hiszem 8.7-be. Shane Gafford-tel kiegyeztünk egy 69-be. Magyarul head-on-ban lelőttük egymást. Úgyhogy ja. Well played. Egyikük se akart igazából idejébe kitérni, úgyhogy nagyon pro gamerek csaptak össze. Bár én csak hoztam egy kis potátok formámat, de hát úgy tetszik, hogy a srác is ilyen, hogy Heron mester volt, mint mondjuk én. Az élményfaktor az minden esetre megvolt a dolgoknak. Hát azért nem ír kettő volt, nem nöpölt a fülke belsőre, maradjunk ennyibe. A naplementem arra jól néz ki. Kikapcsoljuk az afterburnert, már olyan érzésem, mint égne hátul valami. Ez a hang. Beálltunk egy 20 fokos emelkedést, és kicsit sideclimbolunk, mert hogyha picivel és egyenesebben megyek, akkor legalább 3 ember húzza rám headonba a gépet, és már elegem van abból, hogy a headonon kívül nem tudunk másból kiállni. Szeretnék végre nem headonozni. Tudom, hogy túl sokat várok az élettől, tisztában vagyok vele, de szeretnék nem hedonozni. Kikerültem éppen ezért a sűrűjét, fejtünk ide ebbe a felhőcskébe. Sokkal fejebb nem szeretnék menni, mert úgy nem igen látom értelmét. Hunter intézi. Akkor nem kezdünk el bezuhanni arra a botúra, mert szegény Hunter kilopásnak élné meg nyilván, és jobb esetben anyázna a csetel, rosszabb esetben megpróbálna lelőni. Social Justice Warrior-ra alakulva. Meg tényleg nem szeretném ezt tudni másnak a játékéért, miért hagy menjen. Botúr meg hát nagyjából tudta mit vállal. Kamikáza bombázó az a botúr eléggé. Meg a gondolom legalábbis azért van alacsony, hogy tudjon bombálási célpontokat támadni. Elpróbálunk valakit így a felhőkből lecsapva utolérni és valami módon lelőni. Ha csak minket is be nem lájkolnak itt a végén. Hoppá, már óvatosan húzogasson neki a utáni égetőt, mert sebesség kicsit nagy volt, jó. Az földözik, az megöleti magát. F3-3 jutunk egy rakettját, bár ez biztos, hogy ki fog dodzsolni. Azért ezek a 9-7-es aim line-ok még olyanok, hogy van is, meg nincs is, vagy van, de minek. Megpróbálunk onnan villánygyorsan kiemelkedni. Még mielőtt valaki megtetszik a csinos kis popom. Törnölök. Ahogy tudod, csak nem szeretném eltörni a kis üvegszárnyú repülőgépemet, tudod? Kedves pályabíró bácsi. Meg kiütni a pilótámat. Egyéb ehhez hasonlóan vicces dolgok. Na, lássuk. Itt
itt a Hunternek már van elég baja. Ha az ember udvarosan látszik, hogy ne csináljon kilopást, igazából állj, nem is olyan könnyű jó fiúnak lenni. Ó, nem. Johnny nem mész szarni. Na? Egy kis kezdetleges aim line-nal is azért lehet killeket beszedni, bár sokkal körülményesebben, meg nem agresszívan forduló ellenfelek ellen, azok nem azok a 30G-s cheater szarok, mert annyi ember reklamál. Annak is van counter eszköze, mert vannak flare-ek, meg... ez egy másik era. Nem vágyok. Nagyon nem vágyok én a top chat-ekhez. Nem hozzájuk vonzódom egyszerűen, ezt így el kell, férfiaknak is el kell fogadniuk, hogy igazából csak humor szintjén üzzük a langyosabb áramlatokat a Discord vizeiben, de nem kell ezt komolyan venni. Frankon nem mondjuk olyanok, nem olyan fiúk játszanak, nem. Tudom, az F-104 az én rában izgulva szerintem. Igen, ő nagyon felizgult, nagyon felkancásodott. Return to Battlefield, hát jó van. Ezt mondd meg a hapsimnak is, jó? Aki annyira akar engem, hogy már nem bír magával. Visszadobott. Suhét, húzd fel szépen rá. Nem nagyon hatottam meg, hogy egyébként a suhét is... szeretne farkalni. Nem kitart, mert ő fog farkalni. Légvédelem, haló! Sziasztok! Hali! Tegyetek a dolgotokat, köszi! Most erre mit mondjak? Jet gameplay. Maradt még valaki? Egy srácok van, de két repülő kígya van és földi kígya is van, tehát tudja mit csinál. Jelen. Jó, tehát lelőttem a légvédelemmel. Én kérek elnézést. Hát nem tudom, visszafordulok-e leszállni, vagy... menjünk rámni földükre még. Ketyegjél már le. Menjünk a kövére. Közben elgondolkoztam itt a 9-7 jet repülőgép balladám. A jelen körülmények között ez a harmadik próbálkozásom, és még nem kaptam 10-3-at. Ha tényleg úgymond a szintjükbe tartja őket a gép, illetve... mármint a matchmaker, illetve... ennyire kapják a downtiert, akkor... lehet, hogy a 9-7-es repülőgépednek van most egy rövid kis virágzása, amit érdemes és gyümölcsöző lehet mondjuk így kiaknázni. De így meg az a baj, hogy a sikítás tárgya, reklamációé, jó lesz jogosan, hogy bulli vagyok és a kis 8-as gépeket cseszegetem a 9.7-es szarommal, illetve ráadásul ami killen van az volt a Sidewinder-es, nem tudom lesz-e még gépágyus kérdés, majd meglátjuk. De hogy ráadásul cheater rakétával, ha most előttem volna egy-két olyan gépet, amivel ráúztam volna, akkor az lett volna a baj, hogy killopás. Valakinek azért sétettem volna meg a kis önnézetét. És így mondottam volt a csapattársam Social Justice Warrior-ként, ebben megpróbált volna le durrantani, letépni az égről. Vagy cyberbully. Ennyit mentettem volna meg, és el kellett volna rámirogatni, szóval sehogy nem jó a helyzet. És jelen Warthender valaki mindenféleképpen cumizik.
Itt papás más a Wartender, és ha azt mondod, hogy apuka szeretnél lenni, akkor apuka lesz, lepipantja anyukát. Ez a Wartender. Nem tudsz olyat csinálni, hogy az jó legyen. Vagy hogy az valakinek ne fájjon. Olyan nincs. Ez... Olyan meggondolatlan módon van content belehajigálva ebbe a játékba, és annyira rossz a matchmaker, nem beszélve a map designról, bár az inkább a tankoknál ugye. Zavaró, hogy nem tudsz jó fiú lenni. Arra meg ne is pályázzál az öreg ember, az unoka és a szamár meséje, tan meséje, ugye? Erről szó, hogy arra meg se próbálj rápályázni, hogy te majd másokat kielégítsz, hogy másoknak megfeleljél, mert az babám, az nem fog összejönni. Különben is miért John Deere sapka van rajta, miért nem Messi Ferguson? Tehát értitek. Na biztos vagyok benne, hogy lesz benne két olyan dolog, ami nem lesz igazából. Hát nem tudom. Gusztusos, vagy cinematikus, vagy nem tudom. Hozom, amit tudok. És ráadásul az egyetlen cseteplőgép, amit elismer mindenki, hogy hát igen, az Wadjet. Van a francia gépeim is, de azokat ilyen stop biztos, hogy mindenki lenéző, hogy ó, francia, az nem is számít. Függetlenül attól a franciák mesető csetekkel igaz, csak 8 hétig. És megmondom a frankot, és az őszintén eszem ágában nincsen. Nekem sokkal fejebben a jetekkel. Szerencsére egy Aeronautikának különösebben nagy 10-3-as csúcsokat az jetje az nincsen. Vagy van, 10-0-ig tartunk, vagy 10-3-ig, már nem tudom, mindegy is. Nem mond az a világ. A TP-re lehet, hogy ki lesznek ezek nyitogatva, de nem tudom. Nem érzem úgy, hogy én nekem ugye vágyódásom van arra, hogy 10-0-10-3 és akkor flerek meg a 30G-s rakéták, és így valahogy nem. Túl sokat emelgettünk. Amit így és ebben a formában az nekünk nem jó. Igen, megvan szinte minden előnyünk és fölényünk. Csak ezt nem kell elcseszni. Tehát nem menjél bele a kisebb szintű gépekkel forduló harcba, főleg úgy nem, hogy ez a repülőgép úgyis övek szárnya, hogy saját sebességénél fogva hajlamos eltörni a legkisebb húzós dogfight szituációban, ha csak kicsit is odahúzol, neki törik. Ha találtok kap, akkor megint csak törik, tehát én mondtam, mindkét értelemben üveg szárnyú. Nem, itt a sebességet őrizni kell, a magassági forint őrizni kell, nagy energiába bemenni a kisebbek közé. Csúnya dolog vagy nem csúnya dolog. Egyet kiválasztasz, rácsapsz, azt, hogy most rakétával vagy ágyúval, igazából zsír mindegy. Valakinek ez nem fog tetszeni, van a másodnak, mert amaz nem fog tetszeni. Na még 17 részünk közel is van. Volt, aki fogja fordulni. A csapattársamra is megy. Nem volt nyerő. Hát ott nem fog maradni forgalódni vele, te arra is álmodjatok. az azért annyira még én sem vagyok potato player. Az már az a kategória. Meglátjuk, hogy a 15-öst elkapja a rakétánk. Dir, egy megvan. Annyira gyorsak vagyunk, hogy már ránk szól a rendszer, vissza kéne venni az harcból. Szerintem is vissza kéne venni az harcból, mert meg kéne fordulni, és nem akarom eltörni. És azért a kilométer óra az ott körül mozog, hogy érdemes figyelni. Na akkor most sebességet gyűjtünk. Van a kínai F-100-as. Saját súlycsoportodnak kötekedjél már, a 8 potateseket szívasson már, bulli. Na
Szerintem elég korrektan is azt csinálja, amit kell, marad szépen fent, magasabban a többinél, időközönként lecsap, ha nem jó, tovább megy. Összekalapálja ugyanis a szituációt, amikor jó, bejön, támad. Az F-100 nagyobb probléma, mint itt a MiG-15, meg a Venom, meg a társai. Már a szárnyasinkat elég erősen kergetik, de tényleg ezeket a nagyobb gépeket kéne lekapni. Az én dolgom végül is az lenne, mint csapattárs. Nem tudom, ezek itt mennyire sértődnek, meg ha rámegyek a 104-esre. Mert valakinek attól törjön be a feje, hogy az már kilopás. Úgy mondtam, nem könnyű udvariasnak lenni. Van 1000 kph. Álmomba se, nem baj. Utána égető. No way man, no freaking way, tiny wee bastard. Mit tud tenni a MIG? Semmit gyerekek, és meg se próbálja. Értelme nincs. Ha feldobnának minket, akkor mi lennénk a MIG? Csak hogy értsük. Szóval ennek a kis repülőgépnek az, hogy folyamat fantomok közé dobálta, azért az túl nagy büntetés volt, hanem is tudom, hogy miért. Mert igen, boszlakása jól fordul, ha nem töröd éppen el. Tehát arra nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy hogyan fordulsz vele. Nem lehet vele akárhogyan fordulni. Nagyon óvatosan veszek vissza sokszor a gázból. Látjátok ezt a bizonytalankodást nálam is, hogy merjem neki szúrni, nem merjem neki szúrni a rettenetest, mert túl könnyen törik a gép. Ez bot. Jó. Nem, jönni nem szabad. Majdnem bemutak, hogy otthon mentem szarni. Úgyhogy tényleg van nézve semmit, hogy elme 262-vel Spitfire-ek között portyáznék. Hasonló felállás, mondja lefordulnak, legyorsulnak, leemelkednek, mindent csinálnak vele az ő saját tartományukban, ezért abban nem szabad bele. Belemenni, akármennyire csábító, kecsetető a helyzet. Aztán van egy két M262 pilóta, aki turn 5-ba le tudja győzni a proposakat, láttunk már itt az I2-ben, ott azért vannak komoly pilóták. Akinek olyan képességei vannak, hogy az nem tudom, az fekete mágia. Úr erdik házom. Oda nem követjük a srácokat, az biztos. Mennyi lőszerem van, 178. Tipikus noob, ez is csak az opér, aki támad, rágyóval meg bérázik. Nem, Johnny nem. Lényegében egyfajta energiaharcot folytatunk, csak a nekünk kedvező energia státusz mellett támadunk, és nem hagyjuk, hogy sebességből, energiából kivéreztessenek minket. Semmi szín alatt nem hagyjuk. Ti hedonozni akartok ott egymással, fiúk? Uff. Csúnyán. Ezek a fiúk csúnyán tont szeretik. MiG 17, oh sweet MiG 17. Több mint 1000 kph. Harcban állja, az mondjuk van a fiúnak. Nekem úgy tűnt, mintha nem adta volna fel. Nem, Johnny nem.
volt. I'll make 17. Lekerültél te is. Hát akkor van egy srácuk, akinek egy kíje volt. Most vagy van a földön, készen leszállva. Igen. Hát akkor ünneplés. Nem, mert srácok még mindig van. Akkor leszállás. Tiketekkel lejártunk, teljesen mindegy. Na, megpróbálunk még egyet. Kíváncsi között, mi fog összejönni. Nagyon kis map méreten vagyunk, úgyhogy ez hordoz magába egészségügyi kockázatokat legalábbis. Ezen a kis máltai csata mappen vagyunk. Azért nem fogjuk tudni a szokásos, hogy hát eddig megszokott és bevett stratégiát olyan jól használni. Szerintem. Ez a map nem elég nagy ahhoz, hogy kimenjük és sideclimboljuk egy picit. De nem fogom feláldozni ezt a gyönyörű gépet. Egy gyönyörű beladonnát egyből egy hülye elromba. Mint egy idióta. Utána égetővel 20-ba elkezdünk emelkedni, hogy pörögje szépen az a magasságmérő. Megtehetjük. A mantolóverő. Akinek sürgős hedonozni meg egyéb más ilyen kényszerei vannak, az hagyj benne csak szépen előre. Meglátjuk, hogy mibe szaradnak bele. Suhetes körettel az mondjuk jó, mert ők a saját szintünk legalább. Befordulunk kicsit irányba. Újabb után égető. Újabb emelkedés. Próbálunk kialakítani egy olyan szituációt, amikor nem leszünk anyuka. A fő baj az, hogy egy Suhetes itt van mögöttem, és szerintem ő miatta nem is emelkedünk tovább, hanem felkészülünk arra, hogy utánunk fordul. Potenciál benne, hogy utánunk fordul. Nem. Humorálnál van a kolléga, humorálnál van. Vigyáztam, figyeltem. Nagyon megpróbálkozott az a csávó, az nagyon minket akar, mi lánk van felkoncásodva.
Úristen. Nem tudom, mi a tarsójába suhétnek. Annyira nem ismerem a gépet, hogy ezt így tudjam. Ezek egy könnyen kidodzsolható rakettják. Úgy látom, hogy simán tud engem gyorsulni. Pedig ez sem egy lassú jármű, figyelmeztető táblával közlekedik. Nem. Gianni, bírsz magaddal. Majd visszajön a sivatás. Hát ő nem félek, hogy ez engem békén fog hagyni. Fölhúzza a többiek elől, Shen Yang. Nem jó szög. Kilopás, vagy nem tudom, tehát valamit eltaláltam neki, már láttam, hogy darab lepogyatokat a szárnyából, és elkezdett itt be pörögni, mint a hét baj. Öreg, akkor csak az is akkor jobban forog, ez egy G91 is azért. Jó, azt elnéztük az utolsó addont. Köl egy ilyen is. Nos, hát ilyen lenne az a jelenlegi pillanatnyilag a 9.7-es jetezés. Azoknak a barátoknak kedvére készült a videó, akik különben szerettek volna többet látni a G91 Missionesről már régen. Pozitív és jó baráti értelemben illik azt, hogy nekem megvan ez a gép. Bella Donna, úgyhogy mentünk vele egy-két kanyart. A súlytás súly gondolom jó ki vannak egymáshoz balanszolva. Igen, ennek vannak sidewinderei, de ezeket azért elég könnyű még kidodzsolni. Azért ezek nem Wunderwaffe csodarakéták, ezek sidewinder AIM-9B rakéták. Ezeknek azért így, ha megnézzük a tratlappert, azért lehet azt látni, hogy 10G-s rakéták, egy kisebb pöccintés a botkormányon és ki vannak fordulva. Ugye a súlytás úgy tudik, hogy gyorsabb, most így ennyiből vagy jobb az energy retention, az energy viszonyerő képessége, nem tudom. Szerintem a 9.7-nek a gépei egymáshoz helyek közel azért ki vannak balanszolva. Nem menne a nagy gond. A 8.7-esekkel szemben láttátok mi a helyzet. Ameddig megtartod a magassági frényt, már pedig meg tudod tartani, megtartod az energiafrényt, semmit nem tudnak veled kezdeni. Egy 8.7-es jetnek nincs arra esélye, lehetősége semmilyen körülmények között, 9.7-essel bármit is kezdjen, mindaddig, amíg a 9.7-es nem egy idióta. Ami tartod a sebességet és az energiát és a magassági felét, és nem mész bele fordulóharcba még ezzel sem. Lehet, hogy két hajtóműves, lehet, hogy vastagabb egy kicsit, akkor is a könnyű vadász. A G91-es akkor is bitag jól fordul, de nem annyira, hogy 8.7-esekkel álljon bele fordulódni, mint egy idióta. Headlonozni pedig nem kell. Nagy energiával rá kell csapni a kisebb gépekre, igen, meg a saját bejárműben lévő gépekre is csak akkor rátámadni, amikor jó a helyzet. Nem kell félni a Sidewinder-től. Néha bejön, néha nem. Használjuk, hogyha nem jött be, akkor legalább nem rontja tovább az ordenőkáját a gépnek, mert nem cipeljük a súlyát. Ezen nem kell fennakadni. El lehet is szépen játszogatni, és ugye a 10-3-asok ugyanezt csinálnák velünk, ha folytat helyzetben lennénk. Csak neki ráadásul 30G-t. Fordul, olyan rakétáik vannak, amiket mi nem tudunk kidodzsolni.
Most ez így sem jó, mert nagy nyomás alatt tartja a 9.7-t a 8.7-et, de a 9.7-es gépeknek nem menne semmiféle légjogosultsága, 10-3-ba kapnák az uptírt. Remélem, hogy egy picit tudtam a népigénynek kielégítő lenni, hogy volt Jet gameplay is, amit már elfogadnak, hogy na ez már Jet, egy olyan géppel. Nem tudtam kicsiholni, nem vagyok egy jó pilóta, ez közismert. Sándorló fotó voltam, de ebből. Sziasztok!